Dunaföldvárt évente több alkalommal is anyagi juttatásban részesíti a város egyik legjelentősebb helyi nagyvállalata. Idén a járvány sújtotta nehézségek enyhítésére megduplázta a karácsonyi támogatását. 15 millió forint adománnyal segíti Dunaföldvár önkormányzatát. Hangzott el a Városháza nagytermében tartott ünnepélyes átadón. Eddig durván 7,2-7,5 millió forinttal támogatta a várost. Ez egy felfutó tendencia volt, mert 3,5 millió forintról indultunk, utána ezt megduplázta, és most pedig még ezt az összeget is megduplázta. A 15 millió forintos anyagi juttatásból a legnagyobb tételt, 5 millió forintot az óvodák kapják. Pszichológus alkalmazásával szeretnénk föloldani azokat a post-covid traumákat, amelyeket Dunaföldváron az itteni lakosok elszenvedtek. További 2,5 millió forintot digitális eszközök vásárlására fordítanak, melyet hátrányos helyzetű gyermekek kapnak ajándékba a digitális oktatás megkönnyítése céljából. Szintén 2,5 millió forintból 1360 adag étel kerül kiosztásra az ünnepek alatt a rászorulók között. 3 millió forintból pedig a Vasút utcai és a Kossuth téri játszóteret bővítik 2022-ben Dunaföldváron.